Régóta tervben volt már ez a könyv, és most a Hungarikum pályázatnak köszönhetően sikerült megjelentetni. Ez elég régóta tervben volt már, és most sikeresen egy Hungarikum pályázatnak köszönhetően sikerült megjelentetni. A városi önkormányzat pályázhatott erre a pályázatra, Fazekasság emlékeinek a hagyományápolása, illetve ápolása és fejlesztése címén került benyújtásra ez a pályázat. És ez valóban úgy van, hogy a Fazekas házban is már látható, Eszellemben készült az új állandó kiállítása, tehát Kántor Sándor, a Kossuth Díjas Kántor Sándor Fazekas, és az ő két tanítványának, tehát ifjú Szabó Mihály, F. Szabó Mihály és S. Nagy István munkásságának az ismertetése, bemutatása színes fényképekkel. Azért ők ketten, mert mind a ketten népművészetmesterei, de ugye ugyanígy karcagi származású Kovács László szintén kántor tanítvány volt és népművészetmestere, illetve a karcagi Tiszafüreden dolgozó Szűcs Imre szintén ugyanebbe a kategóriába illik. Tehát ők ugye még ketten mondhatjuk, hogy hál' Istennek élnek és alkotnak, viszont az előző kettő sajnos már nem él, és úgy mondhatjuk, hogy azt mondhatjuk tehát, hogy az ő életművük lezárult. Tehát ezért ezért készült is ez a könyv így. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy F. Szabó Mihályról és S. Nagy Istvánról sok cikk megjelent az évek során, hiszen kiváló alkotók voltak, a figyelem mindig fordult feléjük. De így szerénytelenség nélkül mondhatom talán, hogy így összefoglalóan ennyi még egy helyen nem készült el róluk. A könyvben 140 színes fotó található, főképp kántor munkásságát bemutató képek, tehát a kántori kerámiák, illetve F. Szabó Mihálynak és S. Nagy Istvánnak a kerámiái. Ugye ráadásul S. Nagy István kerámiái sajnos elég kevés számban maradtak fent. Valahogy az ő munkái, ugye az Agyagipari Szövetkezet tervezője volt, és az Agyagipari Szövetkezettel együtt valahol eltűntek azok a munkák, legalábbis nem kerültek be a múzeumba, azok a tárgyak, amelyeknek talán itt kellene lennie, de tulajdonképpen amit föl tudtunk lelni, amit bent van a múzeum gyűjteményében, hiszen ez a könyv a múzeum, illetve a Fazekas házban található tárgyakról készült. Kántor Sándor, Kossuth Díjas Fazekas és két tanítványa, ifjabb F. Szabó Mihály és S. Nagy István munkásságát mutatja be a kötet. Bár még van két tanítvány, aki jelenleg is dolgozik. Az egyik legdekoratívabb, könnyebben fölismerhető és közismert az a Miska Kancsó. Ez tulajdonképpen mind a négy tanítványra jellemző, tehát Kovács László és Szűcs Imre gyönyörű Miska Kancsókat készít. Ugyanúgy a két másik, aki a könyvben szerepel, tehát F. Szabó Mihály és S. Nagy István is, ugyanúgy megcsinálták azokat a miskákat, amiket ugye kántor egyrészt Tiszafüredről, másrészt mezőcsáti hagyományból kiindulva készített és alakított a saját formájára. Úgyhogy a könyvben megtalálható maga ez a Miska Kancsó is, illetve azok az edényfeliratok, amelyeket a kántor használt. Egy kisebb tanulmányomban én már ezt már megjelentettem a szűk szakma körében, de így könyvbe most van először így leközölve. Kántor Sándor nagyon sok motívumot alkotott. Van, amit tanítványa is ugyanúgy használnak, vagy továbbfejlesztették.